Óbecsekösség képviselőtestületének tanácsnokai elfogadták az éves díjak odaítéléséről szóló határozatot, amelyet az Óbecsekösség napja alkalmából rendezett ünnepi ülésen adnak át július 31-én hétfőn 12 órai kezdettel. Emlékeztetünk arra, hogy összesen 13 kezdeményezés érkezett be, és a bizottsága javasolt jelöltek közül 7-et választott ki különböző területekről. Díjjal jutalmazzák azokat a szervezeteket és polgárokat a gazdaságban, a tudományban, a művészetben, a sportban és más területeken elért jelentős eredményekért, amelyek és akik tevékenysége vagy munkája hozzájárult Óbecsekösség gazdasági és társadalmi fejlődéséhez és hírnevéhez. Az idén a bizottság munkája alapján, illetve a jegyzőkönyv alapján az idén 13 jelölés érkezett be a 7, maximális 7 díjra. Nagyon, nagyon széles körű a felhozatal, és én szeretnék ezúttal gratulálni mind a 13-nak, tehát akik már olyan egyének, illetve civil szervezetek, cégek, akik eljutnak arra a szintre, hogy bárki jelölni kívánja őket, illetve egy-egy közösség jelölni kívánja, az már minimum megérdemli a figyelmet a munkájukkal. 7 díjat tudunk idén is kiosztani, mint ahogy minden évben, és a bizottság javaslatát gyakorlatilag a mai képviselőtestület ülésén szinte egyhangulag, tehát 22 szavazattal el is fogadtuk. Vannak itt cégek, van itt civil szervezet, van klub, van sportklub, ugye, mint gyakorlatilag minden évben. Vannak egyének, akik kitűntek az elmúlt időszakban, általában egy szélesebb időspektrumot szeretünk ilyenkor vizsgálni, úgyhogy ne csüggedjen senki, és az adott munkáját folytassa mindenki a legjobb belátása szerint, ahogy eddig is. Az éves díjak odaítélésére irányuló kezdeményezést jogi személyek, önkormányzati szervek, az Óbecsekösségi Közgyűlés munkatestületei, polgári egyesületek és magánszemélyek nyújthatják be. Nagyon változó a jelölések beérkezése, illetve azoknak a személye, akik jelölnek. Szinte minden évben más-más struktúrával. Én nem látok egyébként abban semmilyen problémát, hogyha politikai párt vagy bármilyen ilyen politikával foglalkozó egyének, szervezetek jelölnek, hisz főleg azok a képviselők, akik ugye itt ülnek bent a községi képviselőtestületbe, adott időben pont azért lettek megválasztva a polgárok által, jelen esetben ugye 3 évvel ezelőtt, hogy a polgárokat képviseljék. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag a jelölés, hogy kitől jön, ez esetben majdnem mindegy. A tanácsnokok egyébként a csütörtöki ülésen elfogadták többek között az Óbecsekösség területén található mezőgazdasági területek védelmének, rendezésének és hasznosításának éves programját. Hozzájárulást adtak a Gyorgye-Predimbádzsa Sportközpont pénzügyi tervének módosításához. Megerősítették Goran Kudrics képviselő mandátumát a szerb haladó párt Alekszandar Vučić gyermekeinkért választási listáról, valamint döntés született a helyi közösségekről, amely szorosabban szabályozza az adott terület ügyeit. Az újvidéki rendőrség külön akcióban 5 személyt fogott el, akiket kábítószer jogosulatlan birtoklása, valamint kábítószer engedély nélküli előállítása és forgalmazása büntettével gyanúsítanak. Az 1997-es születésű B-t és a 2003-as születésű FK-t Újvidéken tartóztatták le, akik Bosznia-Hercegovina állampolgárai, és akiknél a rendőrök amfetamint és 180 darab pszichoaktív szerek listáján szereplő tablettát találtak, valamint az 1980-ban született CD török állampolgárt, akinél marihuánát találtak. Az 1974-ben született AV vizsgálata során, akire egyébként körözést adtak ki, a rendőrök amfetamin találtak Óbecsén. Mind a négyüket 48 órás őrizetbe vették, és büntető eljárás vádjával az illetékes ügyészség elé állítják őket.
Vádat emelnek egy 17 éves Újvidék környéki fiatal ellen is, akinél a rendes eljárás keretében összesen 24 csomag amfetamint és marihuánát találtak a rendőrök. A Nagy Zoltán Csámpika labdarúgó emléktorna a fináléjába lép, és ma este derül ki, hogy ki lesz a győztes, és amikor a harmadik és az első helyért rendezik a mérkőzéseket. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy a sorrendben második torna, amelyet Óbecse község a Péterévei október 8-a helyi közösséggel, a Jedinstvo futballklubbal, Óbecse község ifjúsági irodájával és Óbecse község sportszövetségével együttműködve rendez, július 10-én kezdődött, és azóta 18 csapat vonult végig a pályán, és mutatta meg tudását a Péterévei piac mellett. Az egészet, mikor összevesszük, akkor azt mondhassuk, hogy az egész elejétől kezdve nagyon jó volt, jól eltelt, és az első naptól kezdve rengeteg nézővel nézünk szembe. És most itt, amit mögöttünk látunk, ugye negyeddöntő első meccse, talán 120-30 embert számolunk. Ilyen számú nézőség volt már egyes csoport meccseken is. És ez az egésznek én ezt emelném ki, mint sikere ennek a tornának ebbe az évbe. A szerda esti negyed döntős meccsek után az új belgrádi Vuksásped, az óbecsei Fortuna és a Montevideo, valamint az adai NK automobili csapata jutott be az elődöntőbe. Tegnap este a döntő mérkőzéseken való helyezésért és értékes pénzdíjakért küzdöttek, összesen 300 ezer dinár értékben. Minden évben és minden tornán a győzelemre hajtunk, az első helyért harcolunk. Idén egy kicsit más összetételben jöttünk. A célunk, hogy küzdjünk és játszunk. A szponzorunk minden biztosított, így nem lehet panaszunk. A torna jó. Évről évre egyre jobb, mi pedig a döntőre számítunk. Örülök annak, hogy ismét itt vagyok, ugyanúgy, mint tavaly is, amikor valójában először játszottam, de elmondhatom, hogy nagyon elégedett, és kicsit talán meglepett is vagyok a torna minőségét illetően. Mint ahogyan önök is látták, tavaly is rengeteg jó csapat volt, és véleményem szerint idén sem marad el a minőség. Ami Péterévét illeti, a torna szervezése ismét magas szintű, és hallottam, hogy látványosságokkal készülnek a zárónapon. Lesz tűzijáték és díjátadó ünnepség. Reméljük, hogy mi is részesei leszünk a döntőnek, és reménykedem a tavalyi évhez hasonló sikerben. Még egyszer elmondjuk, hogy a döntőmérkőzéseket ma este játsszák, 21 órától pedig sor kerül a díjátadásra és a látványos tűzijátékra a Péterévei piac melletti pályán. Megígérhetem a közönségnek, hogy fantasztikus futballt láthat, fantasztikus gólokkal, játékkal és mesterekkel. A záró rendezvény pedig látványos tűzijátékkal zárul. A hálózaton folyó tervezetszerelési munkálatok miatt hétfőn, július 31-én áramszünet lesz Óbecse egyes háztartásaiban, valamint Radicevicen. 7-től 13 óráig Óbecsén áram nélkül maradnak a Szent Tamási úton, az Agroprómettől Szent Tamás felé, valamint Radicevic egész területén.